Namaskar! Üdvözlöm a kedves hallgatóságot az India Hungry Dialogues, India-Magyarország párbeszéd mai epizódjában. Vendégünk dr. Wilhelm Zoltán. Üdvözlünk a stúdióban. Namaskar! Namaskar! Pécsről érkeztél, és úgy tudom, hogy egyetemi oktatói karrieres során földrajzzal, földtudományokkal és regionális tanulmányokkal foglalkoztál. Sok időt töltöttél Ázsia, Magyarország, Ázsián belül különösen India megismerésével, megismertetésével, és emiatt szeretném megkérdezni, hogy mik azok a jellegzetességek India földrajzában, Magyarország viszonylatában, illetve India kulturális életében, amelyeket észrevettél, és észrevettél 4 éves igazgatói tevékenységed során, amikor a Delhi Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ igazgatója voltál. Igen, amit felsoroltál, földrajz, földtudomány, regionális tudomány, mindenek előtt a földrajz a kulcs, mert hogy én a földrajz révén kerültem kapcsolatba Indiával, és a földrajz volt az, amelyik India közelébe vonzott engem, hiszen gyerekkoromban már rengeteget olvastam utazók leírásait, felfedezők könyveit, úgyhogy ehhez járult még egy nagyszerű földrajztanár az általános iskolában, és az egyik tantárgy már adott volt, amivel én elkezdtem foglalkozni, és a biológia lett a másik, amit úgy szép csendesen elfelejtettem, illetve hagytam a maga útján fejlődni, nem kontárkodtam bele, viszont a földrajz az végigkíséri természetesen az életemet, hiszen a munkám ehhez köt, valamint a térlátás, ami India kapcsán is természetesen nagyon fontos. Na hát a kezdetekre visszatekintve, hogy a földrajz hogy vitt engem Indiába, PhD hallgató voltam még a Pécsi Tudományegyetemen. Ahol most tanítasz is. Így van, ahova az alma máterbe visszahullott az alma. Gyakorlatilag az akkori főnököm ajánlott föl nekünk egy másik PhD hallgató kollégámmal egy utat Indiába, mert hogy ők meghívták Varanasiba, a Banaras Hindu University-re egy konferenciára, és mondta akkori főnökünk, Tóth professzor úr, aki sajnos azóta már nincs az élők sorában, később rektora is lett egyébként az Integrált Pécsi Egyetemnek, hogy fiúk, én már voltam ott, láttam, menjetek el ti. És ez egy olyan élményhez segített engem, amit természetesen azóta se felejtettem el, és megváltoztatta az életemet. Annak ellenére, hogy a természettudományi karon dolgozom, egy ilyen misztikus élményben volt részem, amikor megérkeztünk Varanasiba, hinduk szent városába, a Ganges partra. Leszálltunk a repülőgépből, kiszálltunk, és egy ilyen déjà vu érzés kerített hatalmába, hogy én itt már jártam, ismerem az embereket, láttam már az épületeket, tehát egy olyan érzés volt, mint amikor hazaérkezik az ember, és hát ez egy borzasztóan jó dolog volt. De hát ugye, mint minden nyugati, én is először azokat a kulturális sokként apostrofált élményeket éltem át, amelyeket tisztába kellett tennem később. Nyilvánvalóan innentől kezdve nagyon sokat olvastam, kutattam, és szépen lassan India felé fordult a figyelmem. A kutatói pályám az India irányába terelődött. Mikor történt ez? Ez 1997-ben volt, 97. decemberében, legjobb időszak arra, hogy meglátogasd Varanasit, hiszen jól tudod. És hazatérve tényleg komolyan elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, és akkor így egy kicsit a regionális tudomány felé is át tudjuk vezetni a sztorit, mert hogy Indiában olyan földrajzi diverzitást tapasztaltam, amihez foghatót még soha. Hiszen azért Magyarország egy nagyon szép ország, mindig kicsinek tituláljuk, de egyébként egy átlagos méretű ország, az országok rangsorát nézett terület tekintetében akkor 111-ek vagyunk, de India 35-ször nagyobb, mint Magyarország, 7. legnagyobb ország a világnak. Népességszámát tekintve 135-ször annyian laknak Indiában, mint Magyarországon, tehát egészen mások a léptékek, és ez a regionális földrajzban is gyönyörűen látszik, tehát igazi jó kutatási terep arra, hogy regionális különbségeket tudjon az ember kutatni.
ugye ebben az országban a Himalája legmagasabb csúcsaitól, a 8000 méteres csúcsoktól, ugye a tengerszintjéig eljussz. Tehát van egy nagyon kifejezett vertikális tagolódás, és hát egy hatalmas ország, ahol például a világ legnagyobb csapadékmennyiségét mérték egy év alatt, ugye több mint 26 ezer milliméter hullott le egy év alatt, ami azt jelenti, hogy Budapest 56 évi teljes csapadéka egy évben lehullott Cherrapunjiban, ugye Indiában, de voltak az országnak akkor olyan pontjai, ahol egy milliméter csapadék sem hullott. Tehát képzeld el, hogy egy országon belül Budapest 56 évi csapadék mennyiség a különbség. Ugye ebből fakadóan az országban találunk trópusi sivatagokat, de trópusi esőerdőket is. Tehát olyan földrajzi változatosság fordul elő, ami szerintem nagyon ritka a világon. És ehhez járul a társadalom földrajzi mozaik, talán a legheterogénebb országa a világnak, ha csak arra gondolunk, hogy 42 olyan nyelv van, amit több mint 1 millióan beszélnek, és ugye statisztikák szerint 2500 nyelv és nyelvjárás. Elutazol Szegedre mondjuk, vagy Debrecenbe, országon belül maradva, és nem érted, hogy mit beszélnek, nem tudod elolvasni az újságokat, a feliratokat, tehát analfabéta válsz a saját országodban. Sokat utaztál Indiában? Igen, szerencsére sokat utaztam. Hát ugye a lingua franca az természetesen az angol nyelv volt, tehát azért lehet boldogulni Indiában szerintem az angol nyelvvel sokkal jobban, mint Magyarországon. És sikerült bejárni az országot, bizonyos helyeket többször is. Hát 13-ig számoltam az indiai látogatásaim számát, aztán utána ezt feladtam, tehát szerintem most olyan 30 környékén járhatok, és ahogy említetted, 4 évet éltünk Delhiben a igazgatói pozíció elnyerését követően, de én előtte már 3 évet eltöltöttem Indiában különböző ösztöndíjakkal, tehát MÖB ösztöndíj, egyetemi ösztöndíjak, ötvös ösztöndíj, tehát igyekeztem mindent kihasználni, amit lehetett. Igazgatóként Delhiben működtél, de a másik alkalmakkor hol tartózkodtál? Hát inkább azt mondom, hol nem. Tehát az észak-keleti tagállamokba nem sikerült eljutnom olyan területekre, ahova kifejezett engedélyekkel, tehát például Arunachal Pradeshbe vagy Nágaföldre még nem sikerült eljutni. Egy kis gyógyírt jelentett, hogy a Magyar Kulturális Intézettől kb. 200 méterre van a Nagaland House, és kiváló barátokra tettem ott szert. A Naga kórus énekelt nálunk a reformáció 500. évfordulóján. Lévő reformátusok, a nágák jó részt, tehát protestáns egyházakhoz tartoznak. Tehát azért virtuálisan valahogy mindenhova sikerült eljutnom, de nagyon sok területet sikerült bejárnom. És ami szerintem nagyon fontos, hogy vidéki térségekbe is eljusson az ember, hiszen a turisták döntő többsége városokba látogat el elsősorban. Nyilvánvalóan kulturális programjainkat is városokban szervezzük, de India azért mégiscsak a 600 000 falu országa is, és a lakosság kétharmada vidéken él. Nagyon fontos, hogy a vidéket is lássuk, és a vidéki Indiával is tisztában legyünk. Egy gyönyörű élményem volt az, amikor a Bangla Biennale keretében egy Hugli melletti kis faluba sikerült egy kulturális rendezvényen részt venni magyarokkal, magyar alkotóművészekkel, az egész falut átváltoztatták azok a nemzetközi művészek, akik odaérkeztek, tehát a falut tekintették műteremnek, és a faluból született egy művészeti alkotás úgy, hogy a helyiek partnerek voltak ebben, résztvevői voltak ennek a programnak, és hát ugye természetesen minden tradicionális zöld módszerekkel tettünk. India egy szinte kontinens, szubkontinens, és az évezredek során olyan soft power jellegzetességeket mutatott föl, amelyel Dél-Kelet-Ázsiába, Indonézia, Indokína irányában nagy kulturális hatást fejtett ki, a buddhizmus tanításai eljutottak Kínán keresztül egészen Japánig, ebből láthatjuk, hogy a fegyverekkel való birodalomépítés helyett mi minden kulturális értéket létre lehet hozni ezeknek a kisugárzásával. India és Magyarország kapcsolatában milyen ilyen radiációt, milyen kisugárzásokat tapasztaltál, illetve hogyan alakítottad ezeket? Furcsának hangzik, éppen az előbb
próbáltam összehasonlítani ugye földrajzi szempontból a két országot, micsoda óriási különbség van méreteiben mindenképpen, földrajzi távolsága is igen jelentős. Viszont úgy vettem észre, hogy a néprélek azért elég közel áll egymáshoz. Az indiaiak is nagyon vendégszerető emberek, nyílt szívűek, imádják a vendégeket, szeretnek az idegenek kedvében járni, tehát mint amikor hazaérkezik az ember, tényleg olyan érzése van. Ugyanakkor, amit mondasz, hogy az indiai kultúrának a hatása, az mondjuk messze túlnő azokon a földrajzi kereteken, amit most Indiának hívunk. Ennek nyilván vannak történeti, politikai oka is, de mindenképpen találhatóak olyan pontok, amelyeket érdemes tovább erősítenünk, olyan erők, amelyeket fokoznunk illik. Ilyen például ugye a magyar jelenlét Indiában. Nyilvánvalóan a korábbi beszélgetések során előkerültek azok a jelentős magyar személyiségek, akik Indiában éltek, dolgoztak, és a tudományosság sokat köszönhet nekik. Szeretnénk a Pécsi Egyetemen egy olyan projektet elindítani, együttműködve a külgazdasági és külügyminisztériummal, ami egy virtuális magyar lábnyomok Indiában projektet kivitelezne, ami kezdetben úgy nézne ki, hogy egy honlapot szeretnénk üzemeltetni, amelyen az érdeklődők megtalálják mindazon magyar utazóknak és magyar elődöknek a virtuális lábnyomait, amelyekbe léphetnek, hogyha odautaznak. Vagy hogyha nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy odautaznak, akkor legalább a számítógépen keresztül ezt a virtuális utat bejárhatják. Tehát itt ez egy dél-ázsiai projekt lenne, Pakisztántól Nepálon, Bangladesen át, természetesen Indiát magába foglalva, amelynek az alkalmazásával, például, hogyha te legközelebb Indiába utazol, és letöltöd az applikációt a telefonodra, akkor olyan hasznos információkhoz is juthatsz, hogy mondjuk melyik jeep-el vagy busszal érdemes Darjeelingbe Kőrösi Csoma Sándor sírjához eljutnod, ugyanakkor teljesen validált információkat is találhatsz Kőrösi Csoma Sándorról, olyan emberek írásait lehet elolvasni, akik a téma szakértői. Tehát valószínűleg nem fogunk helyet adni olyan írásoknak, amelyek azt mondják, hogy Kőrösi Csoma Sándor a Nepálban kereste a magarokat, és ezáltal ugye a magyar rokonságot szerette volna biztosítani, illetve kutatni, hanem ugye megtalálhatják majd az érdeklődők, hogy valójában Belső Ázsiába szeretett volna eljutni. Ugye ez tulajdonképpen India egy állomása volt az ő terveinek, amiből egy fantasztikus tudományos eredmény született. És úgy gondolom, hogy ez a virtuális út, ez a magyar lábnyomok Indiában virtuális út, ez nagyszerű kapocs lehet a két ország között a közeli jövőben is, hiszen ez angolul is megtalálható lesz. Éppen Darjeelinget emlegettem, amely egy nagyon fontos turisztikai attrakció Indiában, nagyon sok indiai keresi föl, és hogyha mondjuk az Alexander Csomadek-körös Avenue-n sétál, akkor meg tudja nézni majd ebben az applikációban, ezen a weboldalon, hogy kiről kapta a nevét ez a fontos utcája Darjeelingnek. De említhetném Nainitalt is, amely ugye szintén egy hill station, a Himalája lábainál azért épült, hogy a britek az otthonihoz hasonló környezetben tölthessék el a forró indiai nyarakat. Hát Sas Brunner Erzsébetnek és Brunner Erzsébetnek a sírját ott találjuk, viszont kevéssé ismert. Tehát nagyon kevés magyar látogat el abba a temetőbe, ahol ez a sír megtalálható. Tehát ezeket a magyar emlékhelyeket szeretnénk egy térképre tenni, releváns információkkal, hasznos tudnivalókkal, és talán egyszer mondjuk találunk olyan indiai partnert, aki ugyanezt megteszi Magyarországon is. A Delhiben igazgatóként töltött időd alatt milyen kezdeményezésekbe fogtál? Egyrészt volt egy nagyon komoly örökség, amit igyekeztem továbbvinni, hiszen az elődeim nagyszerű munkát végeztek.
olyan hagyományok közé csöppentem, mint például a gyermekrajzverseny és hasonló nagyon-nagyon régi intézeti programok, vagy a húsvéti tojásfestő műhely, ami rengeteg iskolás gyereket mozgatott meg. Ugye a gyermekrajzversennyel már a nagyon fiatal korosztályokat ugye a intézethez lehet kötni, megismerkednek a magyar népmesékkel, megismerkednek a magyar népművészetnek az alapfogásaival, fortéjaival, magyar népzenét hallgatnak, és mindez, amikor megtörtént, akkor ezt lerajzolják. Tehát kialakítanak Magyarországról egy képet magukba, és utána azt művészeti módszerrel tulajdonképpen ábrázolják. Tehát nagyon sok olyan nagyszerű programot örököltem, amit igyekeztem továbbvinni, de természetesen, mint minden igazgató, jó részt az határozta meg a tevékenységemet, hogy mi volt az előéletem, és mivel én ugye az akadémiai szférából jövök, ezért igyekeztem erősíteni például a tudományos kutatói kapcsolatokat. Alapítottunk egy tudományos ismeretterjesztő klubot, aminek Széchenyi ismeretterjesztő klub lett a neve, és próbáltuk megszólítani azokat az Indiából érkező magyar kutatókat, tudósokat, akik ugye lehet, hogy nem tervezték, hogy ők majd Indiában előadást tartanak, nyilvánosan fellépnek, de hogyha tudtunk ilyenről, akkor igyekeztünk megszólítani, és ennek a klubnak az előadójává tenni. Hát Banga Imrét Oxfordból, hogyha említem, hát az Imre nagyon sokszor beesett hozzánk így, és nagyon örültünk mindig, amikor vállalta is az előadást, de lehet Lóci professzor urat említeni, és sok más nagyszerű embert, akik adtak elő nálunk, Négyesi Máriát, és most itt abba hagyom, mert biztosan meg fogok sérteni valakit azzal, hogy nem említem a nevét. Tehát ez a kezdeményezés ered még tőlem, illetve a Magyar Folknapok Indiában, amely elsősorban a magyar népi kultúrát helyezte természetes módon fókuszába. Volt egy alapja ennek a rendezvénysorozatnak, hiszen az intézetnek van egy népművészeti gyűjteménye, ami egy nagyon érdekes és sokrétű gyűjtemény, amit időről időre ki lehet állítani, de például így jutott el a muzsikás együttes is Indiába, és sok helyszínen felléptek, fantasztikus programokat sikerült az ő segítségükkel megvalósítani, de talán a leglátványosabb, a legsokoldalúbb, legintenzívebb ilyen folk program az a Matyó Néptánc Együttesnek az Indiába érkezése volt, és egyszerűen lenyűgöző volt azt látni, hogy az indiai közönség milyen gyorsan átveszi azokat a kulturális elemeket, amelyeket a matyók közvetítettek. Ugye említettük a beszélgetés elején, hogy India micsoda fantasztikus kulturális mozaik, unity in diversity, ugye egység a különbözőségben, és ugye ez a kulturális sokszínűség, ez az indiaiakat teljes mértékben alkalmassá teszi arra, hogy más kultúrákat nagyon könnyen befogadjanak, elfogadjanak. És 5-10 perc után mindenféle szégyenézet nélkül a táncházban az összes indiai vendégünk részt vett, nem törődött azzal, hogy éppen kinek a lábára tipor rá, vagy hogy lép, de nagyon jó érzés volt látni azt, hogy működik ez a típusú program Indiában. És ez Indiának az egyik kulcsa, ez a kulturális sokszínűség, a hinduizmusnak a toleranciája. Ugye Paul Johnson, brit történész is leírta az Ugandából száműzött, a Idi Amin által onnan előzött indiaiak kapcsán, hogy azok az indiaiak, akik Nagy-Britanniába kerültek például Ugandából, bekerültek egy számukra teljesen idegen közegbe, mégis évek alatt nagyon sikeres üzletemberekké tudtak válni, nagyon sikeres közösségé váltak. Jelen pillanatban talán a leggazdagabb közösség abban a millióban, ahol ők élnek. Tehát nagyon fontos Indiára tekintve azt látnunk, hogy a soknyelvűség, ez a multikulturalizmus, ami megjelenik az országban, ez hogyan ad teret a különböző kultúrák befogadási igényének. És a tánc mellett a Delhiben élők magyarul is tanulhatnak, nem csak táncolni. Így igaz? Van. Mindig azt hiszem, hogy az elődeimmel egyetemben mondhatom, hogy ez egy nagyon fontos eleme
a magyar kulturális jelenlétnek Indiában a magyar nyelv oktatása, hiszen ezek a hallgatók nem csak eljönnek egy nyelvórára, részt vesznek, aztán hazamennek, vagy tanulnak, vagy nem tanulnak. Mindig nagy az érdeklődés, több mint 100-an jelentkeznek, amikor szembesülnek azzal, hogy a magyar nyelv azért egy rendkívül komplikált és nehéz rendszer. A végére olyan 25-30-an maradunk, de ez egy stabil mag, akikre lehet mindig számítani, akik a rendezvényeinken szerepelnek is akár, tehát például a nemzeti ünnepünkön szavalnak. Soha nem felejtem el, a Matyó Néptánc Együttesből az egyik tag néhány nappal azután, hogy Delhiben jártak, egy magyar televízióban, egy műsorban szerepelt. És amikor kérdezték őt, hogy hát ugye meséljen magáról, fontosnak tartotta azt elmondani, hogy a március 15-i ünnepségen táncoltak Delhiben a Magyar Intézetben, és hogy az indiai diákok magyarul szavalták a talpra magyart. Visszatérve a térképes projektre, amelyet említettél, milyen magyar utazók, tudósok, írók lábnyomaival találkoztál Indiában, India szerte? Nagyon fontos az, hogy ezeknek az utazóknak, tudósoknak, esetleg művészeknek a életéről sokat tudjunk meg, illetve ezt a magyar embereknek, Indiába látogatóknak közvetítsük, illetve az indiaiaknak is természetesen. Én úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban talán a fókuszpontok egy picit a tudósok irányába és az utazók irányába mozdultak el. Természetesen nagyon fontos az, hogy Kőrösi Csoma Sándorról mindenki tudjon, és az indiai munkásságával tisztában legyen, vagy mondjuk a Germanos Gyuláék tevékenységéről Santiniketánban mindenki tisztában legyen. De vannak olyan magyar honfitársaink is, akik mondjuk nem a tudomány tárházát gazdagították, hanem egyszerűen a jelenlétükkel, a magyarságukkal tettek hozzá az indiai magyar kapcsolatokhoz. Ilyen például nagyon sok Indiában járt mondjuk vadász arisztokratánknak a emlékirataiban, útinaplójában olvashatunk például a telléri üzletházról. Nagyon fontos lenne például azt megnézni és alaposan kutatni, hogy ki volt telléri, illetve akik magyarok nála dolgoztak, a családja, milyen hozzáadott értéket képviseltek India történelmében. Egyébként nagyon könnyen ma már az internet segítségével is ezeknek utána tudunk nézni, de nagyon fontos lenne helyben irattári adatok, kamarai adatok alapján tájékozódnunk ezekről a honfitársainkról, hiszen Telléri például India nagyvárosaiban tartott fenn üzletházakat, illetve New Yorkban is volt egy üzletháza, ahol indiai kézműipari termékekkel kereskedett. És ezt olyannyira jól csinálta, hogy például őt kérték föl egyik évben, hogy az indiai pavilon terveit gondozza világkiállításra készülve. Nagyon keveset tudunk róla, vagy például Schweiger Imréről, akinek a fotója látható Apponyi Henrik gróf indiai útinaplom című kötetében. Ezek elgondolkoztató párhuzamok, elgondolkoztató dolgok, amelyekről hát sokkal többet illenék tudnunk. Ez a projektünk is, amit említettél, illetve amiről meséltem az előbb, ezt a célt szolgálja, hogy ez a térkép ez minél gazdagabb legyen. Tehát ne csak Kőrösi Csoma Sándor képe jelenjen meg, Steina Uriel képe jelenjen meg, esetleg a Brunner művésznők képe, Germanuszék képe, hanem ezeknek a részben elfeledett magyaroknak is a képe, az megjelenjen, és amikor a Connaught Place-en jársz, akkor legyél büszke arra, hogy bizony itt állt a telléri üzletház, amelynek a csodájára jártak akkoriban India minden sarkából, sőt világhírű volt. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a tudományos, művészeti kapcsolatokat, illetve elődöket, úttörőket kellene egy picit jobban vizsgálnunk, és az emlékezett politikánk részévé tenni, hanem az előbb említett urakat is. Jelenleg a Pécsi Tudományi Egyetemen az Ázsia Központ igazgatójaként ismerteted meg Indiát. Hogy működik ez a központ, milyen szerepe van a kutatásban, ismeretterjesztésben, illetve azok a diákok, akik a hallgatóként kerülnek a központba, később milyen
karrier irányokba tudják folytatni az életüket. A központ alapját virtuálisan 1999-ben raktuk le Tibetben, egy 5200 méter magas hágón, egy obó formájában, kérve így az Istenek segítségét a sikeres központ alapításhoz. Ez természetesen ugye a földiek és az anyagiak nélkül ez nem ment volna. 1999-ben a már emlegetett Tóth professzor úr hathatós rektori közreműködésével született meg ez a központ. Egy nagyon változatos tantárgy kínálatot adtunk a hallgatók részére akkor, tehát például az indonéz nyelvtől a hindin át a török nyelvig lehetett különböző nyelvi kurzusokat fölvenni nálunk, természetföldrajz, történelem, kultúra, tehát ezek mind szerepeltek az oktatási palettánkon. Majd egy idő után rá kellett jönnünk, hogy ezek az anyagiak, amelyeket a földiektől kapunk, ezek nem lesznek elegendőek arra, hogy a központ működjön. Úgyhogy az oktatási tevékenységünket egyébként nagyon sok adminisztratív változás is kísérte mindezt, tehát például hogy a kredit elismertetés módja megváltozott, a bolonyai képzés Magyarországon való integrálásától kezdve is a központ szerepe megváltozott, úgyhogy az oktatás felől a kutatás irányába terelődött a központ működésének a hangsúlya, és ezen belül is Kína, illetve India volt az a két gigász, amit igyekeztünk a magunk szerény eszközeivel kutatni, és mára ez már inkább India maradt. De a központnak nagyon komoly szerepe volt abban például, hogy Gandhi szobra a Pécsi Botanikus Kertbe került. Ezáltal már a második Gandhi szobrot avattuk föl Pécset, hiszen a Gandhi gimnáziumban is van egy. Ezzel jelezte az egyetem azt, hogy mennyire fontosak számára ezek a kapcsolatok. És hát egy gyönyörű helyszínen lehet Gandhi szobra előtt egy padon elmélkedni, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos soft power kapocs szintén India irányába. És hát ugye nagyon sokszor szervezünk például India napokat a Pécsi Egyetemen, jelen körülmények nem kedveznek ennek, ugyanakkor az online térben igyekszünk erősen jelen lenni. Azt hiszem, hogy most ez egy nagyon fontos pillanat arra, hogy ezeket a virtuális kurzusokat, az online térben szervezett programokat még inkább erősítsük, és próbáljuk egy picit az érdeklődőket e felé is terelni. Illetve az Ázsia központnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy azok a hallgatók, akik Ázsia iránt érdeklődnek, vagy kifejezetten India iránt érdeklődnek, egy iránytűt adjon. Több PhD hallgató tanul, ugye ott a geopolitikai doktori programunkban is, aki tulajdonképpen az Ázsia központ keretein belül is dolgozik. Rövidesen sor kerül már egy védésre is, tehát azt is elmondhatjuk rövidesen, hogy az Ázsia központnak már védett doktorandusza is van, egy olyan doktorandusz, aki Indiával foglalkozik. De egyébként a Pécsi Egyetemen más doktoriskolákban is folytatnak olyan programokat, ahol India előkerül, hát igyekszünk ezeket a törekvéseket integrálni, és valamilyen formában ezt a közösséget együtt tartani és egymás segíteni. Mit gondolsz, hogy a Magyarország és India közötti kötelékekben mik a legerősebb láncszemek, és melyek azok a területek, amelyeken a legtöbbet lenne érdemes dolgozni, vagy tovább erősíteni, illetve a fiatalokat hogy lehet bevonni ezeknek a kapcsolatoknak a további erősítésébe? Azt hiszem, Magyarországon India iránt mindig egy nagyon komoly érdeklődés mutatkozott. Ezt látom egyébként napjainkban is. Úgy gondolom, hogy ezek a kölcsönös kapcsolatok, ezek viszont tovább erősíthetőek, mint például a Stipendium Hungaricum program, melynek keretei között ugye 200 indiai hallgató érkezett Magyarországra minden évben, hogy itt folytassa a tanulmányait. Szerencsére hathatós közreműködésünkkel azért a Pécsi Tudományegyetemre is sikerül közülük jó néhányat irányítani, és ezek a hallgatók bizony nagyon jól megállják a helyüket.
Úgy gondolom, hogy ők nagy követei lehetnek ennek a India-magyar kapcsolat építésnek. Nevezzük őket esetleg utazó nagyköveteknek, akik majd hazatérve Indiába egy nagyon fontos hídszerepben találják magukat. Nagyon jó lenne ezt például egy alumni csoporttal, egy alumni intézménnyel tovább erősíteni. Nagyon fontosnak tartom mindemellett azt, hogy a másik ország kultúrájához vezető utat segítsünk kikövezni. Ilyen például a egykori Balassi Intézetnek a fordítói programja, amikor kifejezett forrásokat biztosítanak arra, hogy egy adott ország irodalmát ugye magyarra lefordítsák, illetve viszont. Tehát így került például, ugye, amikor Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepeltük, így került sor annak a kötetnek a megjelentetésére, amely hindiül publikált Arany János verseket. Tehát ez is egy olyan kapcsolat, egy olyan lehetőség, amivel mind a két ország élhet, hiszen Indiának fantasztikus irodalma van. Elsősorban ugye a ma Indián kívül élő írókat ismerjük, de még az 50-es, 60-as években ugye Prémcsámtól kezdve nagyon sok klasszikus írót fordítottak. Ezeknek most nem nagyon látom a megjelenését. Elsősorban ugye angolból születnek fordítások, úgyhogy itt igyekeznetek kell nektek fordítóknak, hindiül jól tudóknak, hogy első kézből szerezzünk információkat az indiai irodalomról. Már van, ami készülőben van, amennyire én ehhez hozzá tudok járulni. Csak ösztönözni és bátorítani tudlak benneteket ebben, és ugye nagyon jó hír az is, hogy nem csak a hindi öv nyelvei kerülnek mostanában már a magyar fiatalok által művelésre, hanem dravida nyelvek is, talán a dravida nyelvek felé való nyitás is egyre erősödik, úgyhogy remélhetőleg dél-indiai irodalmat is rövidesen olvasni fogunk. Tehát számtalan olyan lehetőség van, amelyek a kulturális kapcsolatokat lehet erősíteni. Itt ugye az online térbe való terelődés úgy gondolom, hogy hatékonyság növeléssel járhat. Csak arra bátorítok mindenkit, hogy igyekezzen az online térben ezeket az indiai-magyar kulturális kapcsolatokat tovább erősíteni, aminek nyilvánvalóan egyik eleme az is, amiért most itt ülünk. Nagyon szépen köszönjük Zoltán, nagyon szépen köszönjük Dr. Wilhelm Zoltánnak, hogy részt vett a mai adásban, és elmondta a meglátásait, illetve benyomásait, élményeit Indiával kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további jó munkát kívánok a műsor sikere érdekében. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen kedves nézőinknek is, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Az India Hungary Dialogues, India-Magyarország párbeszéd mai epizódjában. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Namaskar!